A 8-12 éves korosztálynak indult táborban a természetismeret volt a fő tematika. A nagy érdeklődés miatt valószínűsíthető, hogy jövőre is két turnust indítanak majd. Az idén akkora volt az érdeklődés, hogy még egyet fogunk indítani, az pedig már egy picit nagyobbaknak, 12-től 14 éves korosztálynak. És ha jól láttam, illetve elmondták nekem a gyerekek, a fő téma, a tematika pedig a természetismeret. Így van, minden évben valamilyen tematika szerint tartjuk a táborainkat. Volt már reneszánsz tábor, volt már hulladékkezelési tábor, jelen pillanatban a csillagászat jegyében telik a táborunk. Éppen ezért egy kis előadással készültünk, rengeteg játékos feladattal, várunk egy játékmester délután, holnap kirándulni megyünk a Csodák palotájába, ahol nem csak játszani fogunk, hanem egy nagyon szuper csillagászati előadást fogunk meghallgatni. Csütörtökön megyünk a poláris csillagvizsgálóba, ahol, hogyha egy picit borúsabb az idő, akkor látjuk a csillagokat is, ha nem, akkor csak a holdat és a napot tudjuk megnézni, és ott is várnak bennünket egy bemutatóval. Pénteken pedig egy nagyon kedves, gyáli amatőr csillagász bácsi jön hozzánk, aki a gyerekekkel fog foglalkozni, és készítünk mindenféle dolgokat. És jártunk egy másik táborba, ott pedig megtudtuk, hogy pénteken megnézik a színjátszókörnek az előadását is, tehát így találkozik a két tábornak a közönsége. Többedik alkalom, hogy egyszerre van a két tábor, a közösségi házban és a könyvtárban, és ugye azok a gyerekek is egész héten készülnek egy előadásra, és mi meg szeretnénk közönség lenni, és így összeraktuk a két tábort. Lesz folytatás 2020-ban is? Igen, az a helyzet, hogy már most vannak jelentkezők, tehát valószínű, hogy 2020-ban is két tábort indítunk. Egy kis játék. Ki fogok osztani a csoportoknak, ami az előbb volt, egy-egy darab könyvet. Kiválasztottok belőle egy-egy fejezetet, jó? És azt be kell mutatni a többieknek, jó? Adom a könyveket. A táborvezető épp egy kis játékra hív, miközben az Ady Endre Általános Iskola 8. osztályába készülő Lilla számára a csillagászati téma volt érdekes. Nagyon szeretek olvasni, és nagyon jó programokat adnak itt a táborba. Az ebéd is jó lesz, mert megyünk majd az Eden Parkba. Most van az első nap, mi volt, ami eddig legérdekesebb volt? Kaptatok-e valami feladatot? Hát ugye most volt ilyen csoportos munka, és kellett kirakni puzzle-t, meg volt vetítés ilyen érdekes a csillagászatról. A szeptembertől 5. osztályos számára az élményszerzés volt nagyon fontos. Nagyon sok élmény miatt, főleg úgy, hogy most ilyen csillagászatról beszélünk, és engem ez a téma nagyon szokott érdekelni, ezért úgy gondoltam, hogy már két alkalommal is voltam itt, ugye ez évente nyáron van egy hétig, és mint mindig biztos nagyon jó lesz, és reménykedem benne, hogy idén is jó emlékeket fog nekem ez okozni. Mit vársz még attól a tábortól? Könyvtárban vagyunk, szabad időt, és szép emlékeket. Bizonyítván, hogy sikerült? Hát nekem egész jól, csak 2-4-esem lett szerencsére, a többi 5-ös.